Nem szoros? Nem, isteni. Most, és veszem a levegőt, Marca, a gépen? Nem, várjál, én nem indítottam, most megy. Most elindul a gépem? Igen. Hát jó. Most fog elindulni. Nem tudsz semmit se csinálni. Majd ez folyamatosan szólok. Nyomja az szólok, oxigén. Szólok, amikor haldokolhatsz. Tehát ez tolja az oxigén. Nyomja. Tehát amikor kifújja, akkor is nyomja. Hát már szádon kell ki. Orrodon be, szádon ki. Hát ez nagyon fújja. Fogd be a szádat. Be kell csukni. De akkor kifújja, akkor a levegőt. Orvon? És így kell jó, vagy. Hogy? Jó, tiszta oxigén, áraz. Ne jó, Bubi, hát te is kipróbálod. Bubi, jól vagy? Bubi, nyomjad. Szerintem ez jó. Bubi, nyomjad az oxigént. Hát, mink már így vagyunk aranykövető rajongó, tehát itt az Anna Márjának a izén, nem tudom. Ennek van valami gépe, és ezt most föllöktük magunkra. Van vagy, és az Amerikában nagy díj. De most van Bubi egy csendes pihenőzik. Ne felejtsek el izét venni, ne felejtsünk el. Csendes pihenőzik, én föllöktem egy izére, oxigéngépre, nézek, halál van. Ez egyébként jó. Nézek, orszói felvétel. Orszói felvétel, tökéletes. Nézek, milyen van, kicsit nazár is a Bub, de hát ez... én még kapok levegőt, hagyjatok békén. Követő, drága, te, már olyan idegben vagyunk, Anna Máriával rongyolunk meg a Bubikóval, nézzük a konyhákat, most tényleg ilyen konyhát mutatom neked. Halálpupos olasz, a új lakásban, Anna Mari. Halálpupos, előkelő, nyugodjál meg, megőrülsz, megvadult. Ez például full fa, teljesen fa. Most ezért ne lepődjél meg, így. Azért nagyon érdekes, mert be van állítva egy eating stop at night, figyelj. Hallottad ezt a nyikorgát? Úgy rád rúg az urat kettőt, hogyha meghallja, hogy éjszaka nyitogattól, hogy megőrülsz, megvadulsz. Ne nyitogasz éjszaka a hűtőt! Anyád úr iszta! Nézzük, ilyen előkelő, ez egy ilyen Phoenix nevű lemez. Itt van a fosszogatógéped, saját magadnak. Most ez így van kialakítva, hogy pif, és akkor ott a tálca. Halál előkelő az egész, és itt meg egy pupos fiókod is van. Ezt mondd meg! Na most, ha megmondom, mennyibe kerül, akkor ledobod a égszíjat. Ezt tett így, ezzel, a Latsuláger, ezzel, gépekkel, minden, all inclusive, nyikorgó, eat stopping hűtővel, éjszaka eat stopping hűtővel, így, ahogy te ezt tett, látod, ezzel a vizével, bugocigával a fejed fölött, ez így azt mondja 30 ezer euró. Gondoltam, köszi, na taka, már léptünk kis odébb. Most kinéztünk ide a kis lakásba ilyen előkelő széket. Bubi, nézem. Bubi az izébe van, detektívezbe, hosszú kabát, balon kabát, nézem. Főnökösködésbe van, teljes idegbe, nem fogom. Direkt elbújt, hogy ne puposzítsam itt be. Itt ült az előbb egy kis nő, tepába raktuk. A többi konyha rémes egyébként, nyugodjál meg. Ja, még itt néztem, hogy tényleg vannak ezek a peremes muszogatók, ezzel ne foglalkozzá, és ez nekem nagyon tetszik. Ez nekem nagyon tetszik, ez a konyha nekem túl rusztikus, úgyhogy köszöntük szépen, hogy nézzen egy gicses szilát. De hogy ez a pult, nézzen, és akkor így már bent van a mosó, ez a idő. Tehát fogod magad, nézd, ott van a konyhamalacod, zing, már lököd be, minden, nincs pereme. Érted, hogy mire gondolok, követő? Ja, Istenem, hogy te mindet csinálnak csúnya dolgokat is az életbe, hát most miért ezt csinálni? Jó kis ízés. Győzis, nem? A előkelő győzis a egész. Ó, elegáns boltívvel, na jó van, taka. Az asztalt követőnek rajongónak, hogy most egy nagy 6 személyes, és csinálod te belőle. Nézek, Bubi, hogy összecsukja? Nézek? Szakem, még egyet tekel rajta, anyukám, nézek? És ennyi. És kész, már össze is csukta a pupos asztalt. Nyisd ki, Bub, léci, kérlek, szegény, mindig kicsinálok. Először is megállunk így, akkor lesz egy gyerekasztal. Nagyon figyeljél, most egy gyerekasztalról beszélünk, de tovább tudja tekerni magát. Nem áll meg a Bubikó, oda néz. És egy tökéletes taka. Nézd meg, a olaszok.
A olaszok. Jézusom, várjál, már nézem a viccet, meg majd meg bolondulok, érted? A Henry Cavill-lal el tudod képzelni, jó pofa vagy, drága arany követő rajongó, bocsássál már meg. Hát véget ért itt a francia út, kammem száját, nem mentünk a Maldívra, érted? Az, hát anyukám, a tél misszió fokja, jó pofa vagy, hát nem jutottunk el oda. Úgyhogy szájéba kell, azért még süt itt a nap, jó nézek ki. Figyelj már ide, mit akarok neked mondani. Január 4 van, most képzeld el, azt kell erről tudnod január 4-éről, hogy a mai napon született, tehát két nagyon fontos születésnap van, az egyik az a Jakob Grimm, aki 1785-ben született, érted, a Grimm mesék írója, tudod, a fivérek, a testvérpár, a másik meg a Korda Gyuri bácsi, érted, a Korda Gyuri bácsi is a mai napon született, úgyhogy drága Gyuri bácsi, boldog születésnapot, egyébként 39. január 4-én született, tánzzal énekez, anyukám neje az Balázs Klári, a pupos kis nő, jó pofa vagy, halálosan cipálom őket. Egyébként kézzel el, hogy egyszer láttam egy dokumentum, vagy egy ilyen beszélgetést vele, ahol anyukája bújtatta a háború alatt, ugye, amikor volt a nagy zsidóüldözés, és és elrejtett, azt mesélte a Gyuri bácsi, hogy az anyukája ékszereket, vagy valamit elrejtett, valami befőttes üvegbe, vagy valahol, és azt mondta neki a kis Gyurinak, aki akkor 5 éves volt, hogy ha nem élné ő túl a háborút, a mamája, akkor ezeket az ékszereket itt megtalálja, és ezzel új életet tud kezdeni. Azt hiszem pont a csillagos házakról volt egy ilyen beszélgetés, és abba beszél. Na minden esetre, ugye anyukájára túlélte a háborút, úgyhogy köszöntjük ugye 82. születésnapján Korda Gyuri bácsit, betisztelve, bebecsülve. Ami meg szomorú, ugye, hogy Homonai Gergő újságírót ugye halva találták róla. Ide írta anyukám a Corriere della Sera, az egyik leghitelesebb olaszlap. Hát nekem elég furcsa, tudod, mert hogy ugye egy kétes körülmények között, ez én ismertem a Gergőt, én nem tudom, ez eléggé tele volt életszerete. Várjál, most úgy mondják, hogy életigelés, hallottam, nagy tudásoltak, életigelés. Szóval egy nagyon szeretett élni a Gergő, nagyon jó gondolkodású bölcsész volt, nagyon jó újságíró volt, ugye a Centrál Médiánál írt több labba. Sokan nem kedvelték a Gergőt, mert ugye eléggé sarkos véleménye volt, nem csak politikusokról, ugye, hanem közszereplő, celebekről, Gabit is, minden. Nem bírta az álságosságot, tehát ilyen van, de anyukám, azt én is nagyon cipálom. De egyébként egy ember, ugye, azt hiszem Szegeden német-angol szakon végzett, ugye a Szegedi Bölcsésztudományi Egyetemen, és Pécset pedig jogot tanult. Ugye kritizálta ugye a jelenlegi politikát, a demokráciának ugye lelkes híve volt, és ugye kiállt mellette. Most ugye úgy állítják be, mintha valami drogozás, nem tudom, mi anyuk nálunk mindenki, ugye, aki bal oldal, az biztos, hogy kábítót, ahhoz képest milyen jó el vannak a jobb oldalon is, ugye a motyóval, na mindegy. Mindegy, hagyjuk is ezt az egészet, mert nem menjünk bele, hogy ki jobbi, ki balosz, nem tudom mi. Egy mondatot felolvasok ugye az egyik írásából Homonai Gergőnek, ami szerintem mindent elárul ugye a jelenleg és egyáltalán a politikáról Magyarországon. Aztán taka a politikának, inkább nézzük a tenger. Azt mondja, hiszek abban az országban, ahol nem számít ki melyik pártra szavazott, ahol egy zsidó lány azt írja, hogy felemelő a jobbikosukkal vonulni az Andrásin, ahol a szocialista parlamenti képviselőnek a színpad mögött jobbikosok gratulálnak a megválasztásához, ahol egy LMP-s kérdezi, hol vannak a DK-sok, mert az egyik legjobb barátja velük jött, ahol megöleljük egymást, és ahol gyűlöletnek nyoma sincs. Na, ő egy ilyen országban hit, Isten nyugasztalja egyébként Homonai Gergőt, és bízunk benne, hogy ez, amit ő itt írt, ez egyszer majd eljön Magyarországra. Aztán most nem akarok már ilyen nagyon patetikus lenni, mert utána rám rugol kettőt, én meg hogy nézek itt a kazuhanyba. Megőrülsz, megvadulsz, hát anyukám, hát miért nem mondod, hogy 2022 van? Hát ne haragudj, én 82-t adtam Gyuri bácsinak, olyan jó néz ki. Erre kiderül, hogy 83. Most írta, több száz követő, több száz rajongó. Jó pofa vagy. Elnézés, Gyuri bácsi, ez Tutmir Light 83. vagy le 80. De hát igen. Figyelj ide, én engem a Kati néni úgy engedett át matematikából, hogy azt mondta,
De Csabika, egy ketted meg egy ketted, az mennyi? Mondom, két negyed. Fél alma meg fél alma az anyád, úgy két negyed, Gondi néni, az két negyed. Jó, mindegy, menjen át kettesszel, csak tanuljon tovább. Hát így, most akkor ne ragudjál már, honnan tudtam volna, hogy a 39-es születésű az már 83 éves arany drága Korda Gyuri bácsi. Bocsánat, ez Tutmir, lány, csuligenzi, bite, taka, 83, a Gyuri bácsi, meg ne ér még százszor. Megfogod. Mivel van ez a teszt megtámogatva? Azt mondjad meg neked, mivel van ez a teszt megtámogatva? Miért vannak a combok szétdobva? Hát mivel van ez a teszt megtámogatva, Szizike? Hát milyen termékkel támogattad meg a tesztet? Beszélj róla, anyád úristenit, nagyon sokba vagy. Sziszi, beszélj, miért vannak a combok szétdobva? Hát ne haragudjál már, neked már ég a Maldivon kéne lenned. Sziszka? Hát nem igaz. Két hét után úgy csinálok te, mint egy 56-os. Megőrülsz, megvadulsz, tudom. Csaj, nem láttam ezt az országot több mint 70 éve. Na, két hét után már mondom, de jó néz ki, anyád úristen, itt a Szécsi. Tudod, hogy ezt is a nácik fölrobbantották, takába rakták. Ez is milyen. Hát ez még mindig itt nyomja 53-mal. Te ez vak vagy? Mi van veled? Semmi? Bubi, oda nézd, de jó néz ki a parlament. Nagyon jó. Mit dőlnek el a fontos dolgok? Soha ne felejtsed el, vagy percre elfelejtetted volna, Magyarország előre megy, nem hátra. Mondjuk a vizere hátra mentünk, megmondom őszintén.